Nem szokatlan, hogy a tél végén a tavasz kezdetén teljes látogatási tilalmat rendeljenek el a megyei kórházakban. Ehhez a módszerhez akkor nyúlnak, amikor rapid módon több ezer embert fertőz meg az influenza. Idén azonban egy másik a koronavírus miatt rendelték el nem csak Szabolcsban, hanem az ország összes kórházában a teljes látogatási tilalmat. Az operatív törzs és a megyei tiszti főorvos dr. Szabó Tünde is ezt a javaslatot tette az egészségügyi intézményeknek. Erről már dr. Adorján Gusztáv számolt be. A főigazgató hozzáfűzte, az intézkedés a járóbeteg ellátást nem érinti, és igyekeznek úgy megvalósítani a látogatási tilalmat, hogy az a lehető legkevesebb kényelmetlenséget okozza a pácienseknek, betegeknek és hozzátartozóiknak. Adorján Gusztáv hozzáfűzte, a járóbeteg ellátáson megfelelő kézmosási, fertőtlenítési lehetőséget biztosítanak mind a betegek, mind az ápoló személyzet részére. A főigazgató leszögezte, a kórházaknak minden nap jelentési kötelezettsége van az operatív törzs felé, az adott területen mit tapasztalnak. Minden nap kapunk értesítést, és minden nap nekünk is jelentési kötelezettségünk van az operatív törzs irányába. Amennyiben igazolt, hála Istennek még itt Nyíregyházán nem igazolódott, 12 mintát küldtünk el, a hála Istennek minta 12 negatív volt, eddig aki gyanús volt. Ha véletlenül lenne, akkor ennek megvan egy protokollja, hogy hogyan kell, milyen körülmények között jelen pillanatban László kórházba kell elküldni Budapestre. A főigazgató hozzáfűzte, ha valaki olyan országból érkezik haza, ahol fertőzés volt, és olyan tünetei vannak, mint nehéz légzés, köhögés, magas láz, általános rosszulét, akkor célszerű a házi orvost értesíteni. Az orvos pedig eldönti, hogy híve a beteghez mentőt, ami esetleg kórházba szállítja. A kórházban állapítják majd meg, hogy milyen fertőzésről van szó az adott páciens esetében.